capable. Találkozáskor kielemzik azt, hogy mit akar a felhasználó, a megrendelő. Ebből készül egy terv. A terv alapján lefejlesztik. A fejlesztést utána levalidálják az elemzés alapján. És akkor itt kap a megrendelő egy programot, egy kész programot. Lásd Windows-ban. Mondok. És lehet, hogy a megrendelő teljesen másra gondolt, vagy az üzleti érdekek más, tehát változtak és más program kellett volna. Ezért ez egy nagyon nem flexibilis módszertan. Ennyit mondtam el, nem? A probléma az, hogy igazából lehet, hogy az egész fejlesztés beleölnek több milliárd forintot, és akár is a végén nem lesz semmi, mert mit elkaszálják, elfogy a büdzsé. Vagy változik, és már itt mire ide jutnánk, már nem, nincs is szükség arra a programra, stb. Stb. Tehát sok a kidobott pénz és az idő, stb. Ezután elkezdték alkalmazni az úgynevezett spirális modellt. Itt van az elemzés. Elindul innen a program, és fut egy ilyet. És ezeknél a pontoknál van kiadás, release. Ez már jobb. Látták, hogy ha így csinálják, hogy nem egybe akarják az egész szoftvert lefejleszteni, hanem ilyen verziókat, az mondjuk a B1, ez a B2. Akkor kevesebb a kockázat, illetve gyorsabban élnek el kész programokat, használható programokat. Ennek egy kvázi keretrendszer befoglalása a Scrum módszertan. A módszer az úgy épül fel, hogy van három szerepkör a módszertanban. Van a Product Owner, PO. Igazából ő neki a feladatköre annyi, hogy meghatározza azt, hogy minek kell elkészülnie, és hogy ez el is készüljen. Ő hoz létre egy úgynevezett product backlog, tehát majd mindjárt külön a product backlog. Vannak a fejlesztők, és van a Scrum Master. A Scrum Master csak annyit csinál, hogy felügyeli, hogy a módszer be legyen tartva, a fejlesztők értelmeszerűen fejlesztenek. A product backlog az egy lista, arról, hogy minek kell elkészülnie. Ezekre a listákra úgymond user story-k kerülnek. Ezek a user story-k kb. Ennyi, hogy ha megnyomom a gombot, dobjon fel egy ablakot. Ez egy egyszerű feladat, lehetőleg egyszerűbben
definiálva. A Product Owner ezekhez a feladatokhoz egy úgynevezett business value-t, egy értéket rendel. Például azt, hogy most legyen a háttérszín zöld, annak az értéke konvergál a nullához, még az, hogy mondjuk loginnál, adminnal ne lehessen belépni, az annak ugye elég magas mondjuk 100 a business value-ja. Ez a lista, ez alapján a business value alapján van pirolizálva, tehát a 100-as a legmagasabb. Ha elkezdünk fentről lefele menni, garantált, hogyha így kezdjük el csinálni, akkor garantált az, hogy a legértékesebb dolgok fognak elkészülni. És elkezdünk menni lefele, és mondjuk eddig jutunk, akkor garantálva van, hogy a legértékesebb dolgok készülnek, kerülnek bele, és amik kvázi értéktelenek, azok vagy belekerülnek, vagy nem az adott iterációba. Ezt kiegészítjük egy új sorral, ez pedig a magyoszkokkal, ez az effort, ez a által, az, vagy story point is nevezik. Ez az, hogy mennyi idő alatt, kvázi mennyi idő alatt tudják készíteni a fejlesztő gárda. Hozzá lehet lejönjük 4-5, stb. Ilyen story pontot. Ez alapján, a story pontok alapján megvan, hogy egy hónapban mondjuk, vagy egy sprint alatt, a sprintre mindjárt kitérhet, hogy mi. A sprint végül is egy olyan iteráció, mint az előbb az iterációs fejlesztésnél, csak sokkal rövidebb. Tehát még az iterációs fejlesztésnél ez mondjuk évek, addig egy sprintnél mondjuk 1-2-3-4 hét, tehát minőr. Tehát ezt előre meghatározzák, és az alapján megy a fejlesztés. Meg van határozva, hogy hány ilyen story pontot tudnak úgy körülbelül megcsinálni a fejlesztők, annyit itt bevállalnak eddig. És így áll össze a sprintnek a blackrockja. Ahova ezek a literek meg átkerülnek. Aztán, hogy ezt mi alapján csinálják meg, igazából a business value határozná meg a legjobban, de igazából ennek el kéne, hogy készüljön a sprint végére. És mit jelent az, hogy elkészül? Két fogalom van. Az egyik a DOD, a másik pedig a DOR. A DOR az Documentum of Ready, azt hiszem. Az a lényeg, hogy mikor ide felkerül valami a Product Backlogra, az még lehet, hogy nem fejleszthető. Mert mondjuk legyenek jogosultságok kezelve, de még nincsen kitalálva, hogy milyen jogosultságok. Vagy bármilyen, amit még nem tudsz lefejleszteni, mert nincs meg hozzá a kellő információ. Nincs meg mondjuk hozzá egy szolgáltatás egy másik cégtől, azt nem bírod úgymond lefejleszteni. Jó, vannak ilyen praktikák, hogy kimokkolod, stb., de az igazából még nem fejleszted. Ha lefejleszted, az még nem kerülhet bele a kész programba a végén, mert a másik oldalt nem lesz semmi, tehát annak igazából nincs semmi haszna. Így azt mondja, hogy innen csak azokat a BlackRock-ról, csak azokat az itemeket lehet választani, amik ebben a DOL státuszban vannak, tehát fejleszthetőek. A DOD pedig egy az meg azt akarja, hogy az a user story, az az item, az készen van. Ez egy keretrendszer, tehát azt veszed le ebbe, amit akarsz. Lehet belevenni mondjuk azt, hogy le van dokumentálva, és akkor kezded el fejleszteni, vagy
nem tudom, tehát bármit kifizették, akár üzleti dolgoknak is bele lehet venni. A DOD az, hogy mikor van kész, az is igazából egy teljesen rugalmas dolog, te határozod meg, vagyis hogy a csapat határozza meg, hogy mi a DOD-be. Tehát, hogy le van-e tesztelve, vagy integrálva, vagy bármi integrációs teszten is átment, hogy bármi be lehet használni, hogy akkor van kész valami, hogyha azt a státuszt elérni, minden a folyamat minden lépésén végigment. Például azt is be lehet, hogy le van dokumentálva, akkor éri el a felhasználói dokumentációs megkészült, csak akkor fogadjuk el, hogy az a feladat az készen van. Igen. Eddig nem tudom, van-e kérdés, mennyire érthető. A lényeg az, hogy ez egy keretrendszer, és nem nincsenek annyira kőbe vésve a dolgok. Van néhány dolog, amit kőbe van vésve, de igazából. Miért is jó ez? Igazából, hogyha ilyen kéthetes iterációkkal készülnek, és minden iteráció végén egy kész programot állítasz elő, akkor, és azt mondjuk átadod a felhasználónak, legyen az, lehet, hogy csak egy login, de azt átadod, akkor már hozzá tud szólni, már tudja mondani azt, hogy figyelj már, itt ne így legyen, hanem amúgy, ne így legyen, hanem úgy, ez nem az, amire én gondoltam, vagy igen, ez jó. És egyből már a fejlesztés előtt tudod, hogy ahhoz hozzá kell nyúlni. Ád egy tervezhető, ád kettő, kevésbé tud elmenni a projekt, hogy te elkezdesz valamilyen úton menni és fejleszteni, de a megrendelő teljesen más gondol, akkor nem tud elcsúszni a dolog, hanem mindig visszarántja ez a kéthetes ciklus, mondjuk, hogy ezek a sprint ciklusok mindig visszarántják őt a projektet abba, hogy az készüljön el a megrendelőnek, amit szeretne. Ezáltal kevesebb olyan fejlesztés van, aminek nincs ilyen haszna. Mondom, mindenki fejlesztett már úgy, hogy jaj, az lefejlesztette, és jaj, az már nem is kell, vagy nem arra gondoltak, és törölhetett. Tehát megpróbálja ezt leredukálni a lehető legkevesebbre, vagy hozzá kellett nyúlni. És hogyha mondjuk egy éves fejlesztés veszünk, amikor kiderül, hogy ja, ott vissza kéne menni, és az ott nem kéne, lehet, hogy már épített is rá dolgokat, lehet, hogy egy olyan alapfunkcióhoz kéne hozzányúlni, amire már van építkező, és akkor az inkrementálisan, exponenciálisan megdobja az egészet, mert mindenhol át kell írni, mindenhol refaktorálni kell. A DOD azért jó, mert egy minő, tehát hogyha le van fektetve, hogy ez alapján éri el a megfelelő státuszt, akkor ez egy kvázi egy minőségbiztosítás, hogy azokon végig kell menni. Nincs olyan, hogy elcsalod, hogy jó van, azt nem kell tesztelni, mert nem kell, mert szerintem jó. Hogy is épül fel a projektvezetés szempontjából egy ilyen Scrum? Első lépés a grooming. Ez igazából egy ilyen a sprint előtti megbeszélés. Amikor a Blacklogon végigmennek, amik DOR-esek, tehát meg van jelölve, hogy az fejleszthető. Végigmennek és átbeszélik, hogy ezt kéne megcsinálni. És akkor a csapat elkezdi azt mondani, hogy jó, akkor ezt fogjuk, és eddig tudjuk megcsinálni, két hét alatt eddig jutunk el. Tehát átbeszélik, hogy mik ezek a user story-k, és kiválasztják, hogy mik fognak elkészülni. Elkezdődik a sprint. Minden sprint, minden napján, munkanapján van egy sprint megbeszélés, az a napi meeting,
itt három kérdésre kell választodni, hogy mivel haladtál az előző sprint óta, mit értél, mivel lett jobb, több a programod, mint az előzőben, mit fogsz megcsinálni, és hogy van-e valami akadályozás, ami akadályoz téged ebbe, itt bármi lehet. Például másnapos vagy, fáj a fejed, influenzás vagy bármi. Amit tudni kéne, hogy te azért nem fogsz haladni, vagy nem úgy izébe, vagy ne szóljon hozzá senki, mert még nem itt ad meg a kávédat, vagy valami. Igen, napi meeting. És az minden napi gyitarán, és a sprint végén, mikor kvázi integráljátok, vagy még a végén van egy ilyen visszatekintő meeting, ez a retrospective meeting, ott igazából csak annyi történik a sprint végén, hogy megnézitek, hogy mit értetek el, hogy elértétek-e azt, amit bevállaltatok, és hogyha nem, akkor miért nem, és hogy miért in lehetne még javítani például. Nem értük el, mert lassú a szerver, igazából ott is ez is rugalmas, bármit el lehet mondani, hogy azért, mert a designer a sokáig tökölt azon, hogy most magenta színű vagy rózsaszín legyen az a hülye gomb, és nem kaptad meg időben, vagy bármit, és hogy előre mutatottál, hogy erre azt kéne csinálni, hogy akkor a designer dolgozom két héttel előre, még egy sprinttel előre. És hát lényegében ennyi a Scrum módszertan, amit lehet látni, ez eléggé rugalmas, tehát igazából azt húzol be, amit akarsz mindenhova. Igazából ez egy ilyen keretrendszer, de kialakítani a résztvevőknek kell. Még itt pár szót ejtenünk egy másikra, az a Kanban. Az is hasonló, csak ott mondjuk úgy, hogy nincs ez a sprint meg, hanem az egy ilyen végtelen napi iterációs dolog. Ez igazából annyi van, hogy van egy ugyanilyen listán, ahol rákerülnek ezek a user story-k, és van hozzá egy ugyanúgy egy business value rendelve. Mondjuk az a lényeg, hogy mindig a legfelsőt kell csinálni. Tehát van 20 fejlesztő, azt mondja, hogy jó, akkor ezt kispista csinálja, ezt bevállalja a XY, elkezdik csinálni, és valaki ide utána beszúr egy olyat, hogy mondjuk ide, hogy jaj, beesett valami, 120-as business value van, nagyon fontos, ezért amikor valaki végez az egyik feladattal, akkor egyből ezt kezdi el. Mindig a legmagasabb értékű kezdi el. Körülbelül ennyi a Kanban. Jó. Kérdés? Jó, de az már csak szűkítés. Tehát annyi, hogy mondjuk kettő nem lehet nálad, de ez is, hogyha osztod. Tehát ott is megvan ugyanez a DOR, DOD határozva, csak annyi, hogy... De az akkor, hogyha többet vállalsz. De ha egyet... Igen. Tehát ott négy részre van osztva. Még nem kezdted el, elkezdted testing vége, azt hiszem. Nem kezdted el az a tervezésre, hogy tovább szokták mondani. Hát lehet itt is, ez is eléggé rugalmas, úgy mint a Scrum, ez is csak egy kvázi keretrendszer, tehát ezt is lehet bővíteni, meg variálni, ahogy akarsz. A lényegében annyi, hogy még a Scrumnál vannak ezek az iterációk, addig a Kanbannál nincs, tehát kvázi. Akár egy continuous integration-nel használva, akár 10 percenként is lehetne verziókiadás. Mondjuk ezt meg lehet csinálni Scrum-nál is, de
De ott általában szokták tartani azt, hogy a sprint végén használ, hogy adják ki a verziót. Köbben egy kérdés. Óhaj, sóhaj, panak. Jó, köszönöm a figyelmet. Én annyit hozzátom, hogy a Kanban általában nem nagyon beszéltem a Kanban, mert már nem kellett. Számi is elmaradt között, hogy itt elmaradt munkával, mi internet munkával, ahol nagyon nagy a szakból, ahol folyamatosan jönnek, mert új igények megelőzik egymást. Van a kettő között egy Scrum, ami a Scrumot és a Kanbant egyesíti, tehát... Valami a terület mindenféle dolgokat. Igen. Van a kettő között egy Scrum. Ez a legacy projektek ennyiak. Hát, vagy a szap... Na, ott sem. Nem, ez inkább tényleg ott jó, ahol beesett nem jobb bajjuk, tehát inkább ilyen support, amikor mérlegelve az, hogy most az a hiba, amit bejelentettek, az most kritikus, nem kritikus, dobja el mindent és csinál. Köszönöm szépen.